Műsorainkban mindig figyelmet fordítunk arra, hogy a különböző témaköröket a tudomány és kutatás szempontjából is megvilágítsuk. A mai napon dr. Orosz Szilvia lesz segítségünkre, aki az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Takarmányanalitikai Laboratóriumának vezetője, a Nemzeti Agrár és Élettudományi Egyetem takarmányozástani tanszékének címzetes egyetemi docense, és nem mellesleg 2020-ban az év agrárembere cím tulajdonosa az agrárinnováció kategóriában. Kezdj csókolom! Jó napot kívánok! Fel is tenném első kérdésünket, első témánkat. Napjainkban mire érdemes figyelni, és hol követjük el a legnagyobb hibákat a szálas takarmány betakarításban és kezelésben? Köszönöm szépen a kérdést! Ez egy nagyon nehéz kérdés, hosszan lehetne válaszolni rá. Én azzal kezdeném, hogy kezdődik a tavaszi szezon, és azokat a nehézségeket, kihívásokat emelném ki, amivel már néhány héten belül találkoznak a gyakorló kollégák. Az első, talán legfontosabb kérdés, hogy hozamot szeretnénk, vagy minőséget. A minőség az egy nagyon tág fogalom, úgyhogy ezen belül gyorsan definiálnám is, hogy itt mi mit értünk ez alatt. A tejerő szarvasmarha szempontjából a betakarítás időpontja meghatározza az emészthetőséget, ezen belül a rost emészthetőségét. Így tulajdonképpen ez a tavaszi szezon arról szól, hogy a hozam és az emészthetőség párharcában az emészthetőség kerül ki győztesen, vagy a hozam. Ez rendkívül fontos kérdés, főleg egy olyan időszakban, amikor a takarmány árak az egekben vannak. Hiszen, hogyha a kaszák várnak, és később takarítjuk be például a rozsot, vagy az olasz perjét, vagy esetleg a lucernát, akkor nyilván kedvezőbbek lesznek a fajlagos költségek, tehát az egy hektárra vetített költség alacsonyabb lesz. Igen ám, de hogy ebben az esetben az emészthetőség csökken, ez pedig az energiatartalmat fogja jelentősen csökkenteni, továbbá feltehetően egy ilyen esetben a fehérje tartalma is alacsonyabb lesz a takarmány növénynek. Ez pedig azt jelenti, hogy ugyan nagyobb lesz a hozam és kisebb a fajlagos költség, de a tejelő tehén kevesebb tejet fog tudni előállítani, vagy kevésbé hatékonyan fog tudni előállítani tejet az ilyen takarmányadagból. Tehát, hogyha egy öreg lucerna szilást tartalmaz egy takarmányadag, feltehetően több vásárolt takarmány, több fehérje hordozót kell majd a tehén takarmányadagjában alkalmazni, ami többletköltséget jelent. Ezért ilyenkor mindig arra hívom fel a figyelmet, hogy a növénytermesztők és az állattenyésztők beszéljenek erről, döntsék el, hogy melyik az a hozam, ami már elfogadható önköltséget jelent a növénytermesztő számára, és az, mi az a fenológiai fázis, ami már elegendően jó emészthetőséget ad, hogy az állattenyésztő hatékonyan tudjon tejet termelni. Tehát nagyon fontos, hogy ebben az időszakban, a koratavaszi betakarítás időszakában a növénytermesztő és az állattenyésztő együtt működjön, hogy a végén gazdaságos tejtermelés legyen az eredmény. A másik szempont az pedig a műszaki berendezéseknek az állapota. A tél folyamán, kora tavasszal minden gépet üzemképes állapotba kell hozni, hogy amikor a növénytermesztő kiadja az utasítást, hogy induljanak a kaszák, akkor a kaszák, a rendkezelők és a járvaszecskázó is megfelelő üzemi állapotban, műszaki állapotban legyen a hibátlan munkához, hiszen itt egy-két hét alatt el kell végeznünk a munkát, a gépek meghibásodása és leállása katasztrofális hatással lesz a hozamra, a minőségre és az elsősorban a nyári tejtermelésre. A koratavaszi takarmányok ugyanis megalapozzák a nyári tejtermelést, és ezen belül is az állatok étvágyát, szaporodás biológiai állapotát, mert a tavaszi takarmányok biztosítják a jól emészthető rostot a tehén számára. A tavaszi betakarítási szezonban általában olyan takarmánynövényeket takarítunk be, amelyeknek alacsony a tarló magassága, 6-8-10 cm. Ez nagy kihívást jelent a betakarítás során. Nagyon fontos, hogy mind a kaszákat, mind a rendkezelőket olyan munkamagasságban működtessük, amely csökkenti a földszennyeződésnek a kockázatát. Ez rendkívül nagy problémát jelenthet állattenyésztési szempontból, különösen azokon a területeken, ahol belvíz állt a koratavaszi időszakban. Ez túlnyomó részt az alföldet érinti ez a probléma. Ugyanis ahol belvíz takarja a területet, ott káros anaerob baktériumok szaporodhatnak fel a talajban, ilyenek a klosztridiumok,
És ezek a klosztridiumok sajnos nagyon komoly problémát, állategészségi problémát okozhatnak, akár a tehén elhullásához is vezethet egy olyan takarmány, ami földszennyezett és klosztridiummal fertőzött. Ezért nagyon fontos, hogy a tavaszi betakarítás során minél alacsonyabb földszennyeződéssel, alacsonyabb hamutartalommal takarítsuk be a takarmányt. Ez különösen nagy erőfeszítést kíván azoktól az emberektől, akik nehéz körülmények között kell, hogy dolgozzanak, időnként sár van, lehet, hogy a talajállapot sem ideális. Nagyon fontos, hogy ezt a szempontot mindig szem előtt tartsák, amikor beállítják a gépeknek a munkamagasságát. A tömegtakarmány előállításban milyen elvárásokat lehet támasztani a szálas takarmány betakarításánál egy önjáró szecskázóval szemben? Köszönöm szépen a kérdést, ez egy kritikus szempont, hiszen a járva szecskázó az egyik legnagyobb beruházás igényű berendezésgép a szántóföldi növénytermesztésben, legalábbis nálunk a tömegtakarmány termesztésben. Én azt gondolom, hogy az első, hogy megfelelő műszaki állapotban legyen a járva szecskázó, amikor elkezdi a munkát, tehát megfelelő minőségben kell felkészíteni a szezonra. Meg kell győződni arról, hogy a szervíz milyen gyorsan tud pótalkatrészt szállítani. Esetleg be kell szerezni azokat a pótalkatrészeket, amelyeket pótolni kell, hogyha a gép leáll. Egy kéthetes betakarítási időszakban nem állhat le egy járva szecskázó. Ha mégis megtörténne és nem tudják megjavítani, akkor természetesen pót járva szecskázóról is gondoskodni kell, mert ebben az időszakban állítjuk elő az egyik legfontosabb takarmány típusunkat, ami emésztető rozsban gazdag. Ha ezt a betakarítási szezont elhalasztjuk, elszalasztjuk, vagy nem megfelelő minőségben történik a betakarítás a gép meghibásodása miatt, az óriási károkat okoz az állattenyésztésben. Természetesen vannak még speciális igények. A tavaszi takarmányokat általában oltóanyaggal kezeljük, vagy kémiai konzerválószerekkel. Ezért a berendezésnek alkalmasnak kell lennie egy biológiai oltóanyag, vagy egy kémiai konzerválószer, egy sav, vagy valamilyen sónak a pontos kiadagolásához. Itt a dózis nagyon fontos, mert a mikroapplikátorok mellett lehetséges, hogy kell majd olyan adalékanyagot is alkalmazni, ahol tonnánként 2-3-4 liter, esetleg 5 liter adalékanyagot kell kijuttatni. A járva szecskázónak ezért alkalmasnak kell lennie arra, hogy ilyen tág tartományban tudjon adalékanyagot kijuttatni, és lehetőleg pontosan, tehát tudjuk esetleg állítani a dózist. Fontos, hogy a járva szecskázó megfelelő szecskaméretet tudjon produkálni, mert ez biztosítja a strukturális rostot a tejelő szarvasmarhának, de nem szabad, hogy túl hosszú legyen ez a rost, mert akkor az étvágyat csökkenti. Azok a járva szecskázók jók, vagy azok alkalmasabbak a koratavaszi betakarításnál a finom szecskaméret beállítására, ahol nem mechanikus ez a beállítási lehetőség. Fontos még, hogy megfelelő erőtartalékkal rendelkezzen a berendezés, tehát megfelelő teljesítményű legyen. A nagy tehenészeti telepek ma már presztízs kérdést csinálnak abból, hogy egy 100 vagon, tehát 1000 tonna befogadóképességű silóteret akár egy nap alatt le tudjanak zárni. Tehát egy nap alatt kell behordani az 1000 tonna takarmányt, és ezt meg kell tudni taposni és letakarni. Ha ez két nap, még az is megfelelő, de ha ettől hosszabb, akkor az már erjedési problémákat indíthat el. Természetesen vannak olyan cégek is, ahol 5-6-7 napig zajlik a silózás és a betakarítás, valamint a taposás egy kisebb depó esetében is, ez helytelen. Ahhoz viszont, hogy felgyorsítsuk a betakarítást és a taposást, ahhoz nagyon összefogott munka kell, és az első pontja az, hogy a járva szecskázó megfelelő kapacitással rendelkezzen, tehát képes legyen egy nap akár 1000-1200 tonna takarmány felszedésére és szecskázására. Általában egyébként ezek a nagyon korszerű új berendezések ezt természetesen tudják. Nyilván ehhez a szállítókapacitást és a taposókapacitást is hozzá kell illeszteni a telepnek, ez a másik kihívás. A múlt hónapban a Magyar Mezőgazdaságban jelent meg egy cikke a hazai szálas takarmányozás elmúlt bő évtizedéről, az evolúció vagy revolúció kérdését feszegetve. Milyen új irányok vannak a szálas takarmányzás esetében, amelyek újabb utakat nyitnak vagy nyithatnak gazdálkodók előtt, illetve melyekre érdemes figyelni? Nagyon szépen köszönöm a kérdést. 2008 óta jelentős változás következett be a magyar tömegtakarmánybázisban, és azért használtam erre több esetben a revolúció, tehát a forradalom kifejezést, mert hogy egy nagyon hosszú 30 éves időszak után történt meg a változás.
Hosszú időn keresztül a nagyüzemi körülmények között kiválóan működő silókukorica szilázs volt, és a lucerna szilázs vagy a lucerna szenázs volt az alapja a tejtermelésnek. Emellett nyilván lucerna szénát is állítottunk elő, de tulajdonképpen a kukorica és a lucerna volt az alap. 2008 volt az első olyan év, amikor először etettünk nagy mennyiségben olasz perjeszilást, és akkor rádöbbentünk, több telep jelezte, hogy nagy mennyiségben etetve az emészthető rozsban gazdag olasz perjeszilást kiváló volt a szaporodás biológia nyáron, és nem esett le az állatok étvágya, tulajdonképpen a tejtermelést is tudták tartani. Ez az empíria, ez a tapasztalat volt az, ami segítette utána ezt az új takarmánytípust. Tehát nem csak az olasz perjéről beszélek, hanem más takarmányokat is találtunk már 2008 óta, amelyek emészthető rozsma rendkívül gazdagok, és nagyon hatékonyan segítik a tejelőtehén termelését, egyrészt másrészt a bendőállapotot, az állat egészségét összességében. Az olasz perje a mai napig itt van az országban, de csapadékigényes, ezért a szárazabb tavaszok esetében kisebb hozamokat produkál, így ennek eredményeként most már a fesztulóliumok is teret nyernek, ezek jobban tűrik a szárazabb időszakokat, de ez még mindig perjeféletet és nagy hozamú szálfű. Voltak olyan telepek, ahol az olasz perje a kezdet-kezdetén annyira rosszul teljesített, hogy próbáltak keresni egy másik, kevésbé csapadékigényes ellenálló növényt, ez lett a rozs, aminek az a különlegessége, hogy nem nyáron takarítjuk be, hanem kora tavasszal áprilisban, ezért kiváló emészthető rozst forrás, és nagyon jó hozamot ad. Ahol a rozs nem tudott teljesíteni, mert nagyon rövid a betakarítási ablaka, gyakorlatilag 3 nap alatt be kellene tudnunk takarítani, ami azért ütközik nehézségekbe, mert időnként az időjárás megállít minket, tehát ahol a rozs nem tudott jól működni, ott most már foglalkoznak a tritikáléval, ennek is a korai betakarításával, mert a tritikálénak szélesebb a betakarítási ablaka, tehát rugalmasabb, így hogyha az időjárás nem megfelelő, vagy műszaki problémák állnak elő, akkor a tritikálé nem fog ránk vénülni. Ez azt jelenti, hogy újabb és újabb takarmánynövényeket tudunk most már a szántóföldi növénytermesztésben azért alkalmazni, hogy a takarmány bázisunk biztonságosabb legyen, illetve több emészthető rostot tudunk a depókba betölteni, hogy a tejelőtehén bendő állapota megfelelő legyen, akár a nyári időszakban is. Természetesen sajnos az időjárásunk rendkívül változékony, és egyre változékonyabbá fog válni az éghajlatváltozás miatt, ezért arra is készülnünk kell, hogy a nyári takarmányok között van-e alternatíva. Ezért most már sokat foglalkozunk a nagyon nagy hozamokat adó, de szárazságtűrő cirokfélékkel, elsősorban egy új típusú cirokfélével, a BMR típusú cirokkal, illetve a szudáni fűvel, ami nagyon sokféle felhasználást tesz lehetővé. Ezek a takarmány növények újak. Korábban el se tudtuk képzelni, hogy ezek itt a magyar körülmények között az intenzív tejelő szarvasmarha takarmányozásban szerepet játszhatnak, majd pedig ez így van, csak máskor takarítjuk be, más fajtákat, új korszerű hibrideket alkalmazunk. Tehát ugyanazon növényekről van szó, amik megteremtek itt 30-40-50, akár 100 évvel ezelőtt is, de új típusaik és új betakarítási technológiai megoldásokat alkalmazunk. Tehát ez egy olyan újszerű megoldás, amikor a régi ismereteket alkalmazzuk, de már abszolút az új korszerű megoldásokkal. Ami még nagyon fontos, hogy a kettős termesztést is bevezettük. Ez a korai betakarítású rozs, illetve az olasz perje esetében vált lehetővé, hiszen hogyha mondjuk egy rozsot április 5 és 25 között takarítunk be, akkor egy másodvetésű növényt is lehet még alkalmazni, mondjuk egy kukorica szilást, és lehet, tehát nem kell a silókukorica arról a termőterületet kivenni. Ez azt jelenti, hogy egy évben ugyanazon a termőhelyen 2 tömegtakarmányt tudunk betakarítani, ami rendkívül mértékben növeli a terület hatékonyságát, és tulajdonképpen a takarmánybázis biztonságát is. Természetesen számos más egyéb története is van az elmúlt 10 évnek, de úgy gondolom, hogy ezek talán a legfontosabbak, amelyek a tömegtakarmányokat érintik. Zárszóként vajon mi lehet arra a kérdésre a válasz, vagy mi lehet annak a titka, hogy egy jó tömegtakarmány készüljön? Egy nagyon szoros együttműködés az agronómus, az állattenyésztő és a végrehajtó gépész között?
Én úgy gondolom, hogy a jó tömegtakarmány titka az az együttműködés. Az állattenyésztő és a növénytermesztő együttműködése, hogy tudják, hogy mi a közös cél. Tudják megbeszélni, hogy az állattenyésztőnek milyen típusú tömegtakarmány kell az adott tejtermelési színvonal, az adott tehenészeti telep méret vonatkozásában. És a növénytermesztő is el tudja mondani, hogy mik az ők szempontjai. Nagyon fontos, hogy azt látom, hogy ahol jól működnek a tehenek, ott általában a hatékony és kimagasló tejtermelési szint mögött van egy összefogás a növénytermesztő és az állattenyésztő között. Fontos az is, hogy mielőtt elkezdődik a szezon, üljenek le és beszéljék meg, hogy mik a célok, hogyan lehet kivitelezni, mik az erőforrások. Én ebben az esetben a gépészetet is bevonnám természetesen a megbeszélésbe, hiszen a tavaszi tömegtakarmányok betakarítása nagyban múlik azon, hogy a berendezések milyen műszaki állapotban vannak, hogyan tudjuk őket működtetni. Tehát, ha kibővítjük a kört, akkor a növénytermesztő, az állattenyésztő és a gépész vezetők, menedzserek együttműködésén múlik az, hogy egy tömegtakarmány bázis hogyan fog sikerülni, és tud-e a tejelő tehén majd hatékonyan tejet termelni ebből. Dr. Orosz Szilvia, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és köszönjük szépen értékes és hasznos gondolatait. Én köszönöm a felkérést.